Hare Krishna, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Oma Jnana Timirandasya, Jnana Anjana Salakaya, Csaksurun Militam Yena, Tasmai Sri Gurave Namaha. Ez az ima a Gautamiya tantrából származik, és a lelki tanítómesternek köszöni meg az általa átadott tudást. Ez a tudás nagyon fontos az Isopanisád kapcsán, hiszen a védáknak létezik egy eddig nem említett felosztása is, amely karmakánda, dzsnyánakánda és upászanakánda részekre osztja fel a védákat. És ezek közül a második, a dzsnyánakánda, azokat a szentírásokat foglalja magában, amelyek a tudással, a védáknak a filozófiájával foglalkoznak. Itt látható az Upanishad szónak a jelentése, hogy hogyan szokták általában levezetni az Upanishad szónak a jelentését. Több magyarázata is van, hogy arra, hogy több magyarázat is született, de általában a tradíció úgy tartja, hogy az Upanishad szó azt jelenti, hogy közel ülni, vagy arra utal, ahogy a tanítvány leül a guru, a lelki tanítómester mellé, és néha titkos tanításnak, titkos tudásnak is szokták fordítani az Upanishad szó jelentését, hiszen ez a tanító és tanítvány közötti közeli kapcsolat lehetővé teszi azt, hogy a tanítvány olyan dolgokat tudjon meg, amelyet a szélesebb nyilvánosság nem ismerhet. A hagyomány szerint 1130 Upanishad létezik, de sajnos a legtöbb Upanishad az elveszett. Most, amikor csináltam ezt a diát, akkor javítottam ki ezt a számot egy új könyv alapján, amely 250 ma ismert Upanishadról beszél. A korábbi dián 220 volt. Lehet, hogy a tudomány időközben megismer egy pár szöveget, de általában általánosan elmondhatjuk, hogy nagyon kevés Upanishadot ismerünk. Az egyik Upanishad, a Muktik Upanishad felsorolja 108 Upanishadnak a címét. És volt egy idő, amikor ez a 108 Upanishad egy helyen megtalálható volt egy honlapon, sajnos ez a honlap azóta megszűnt. Itt lehetett tanulmányozni őket, vannak közöttük hosszabb prózai szövegek, vannak közöttük rövidebb verses szövegek, mint például ez az Isopanisád is. 10 Upanishad különösen fontos, ezeket Dasopanisadnak nevezik, a Dasa az 10-et jelent, itt látható ennek a 10 Upanishadnak a neve, és azért különösen fontosak, mert a Védánta filozófusai leginkább ehhez a 10 Upanishadhoz fűztek kommentárt. A Védánta filozófiának 3 fő forrása van. A Shruti az Upanishadokat jelenti, az Upanishadoknak a szövegét. A Smriti Prasthana a Bhagavad Gita-t foglalja magában, és a harmadik, a Nyája Prasthana, az pedig a Védánta szútrát. És ezen kívül itt még látunk egy pár további Upanishadot, amelyek szintén fontos szövegek, és szintén gyakran magyarázzák őket. Amikor az Upanishadokat tanulmányozzuk, akkor sajnos a tudatlanságunk elég sok akadályt gördít elénk. Ugye, mi ez a tudatlanság? Itt bal oldalra beszúrtam egy képet, ahol az Isopanisádnak a mantrái láthatók, és látjuk itt, hogy elkezdődik az első sor, ezt ki is írtam ide tetejére zölddel. A szöveg nincs felosztva szavakra, hanem egyben van leírva, és az olvasónak, az értelmezőnek a feladata az, hogy megfejtse a szövegnek a jelentését.
Ide kiírtam, hogy az első szó összetételt, az Isha Vasyamot hogyan lehet felbontani különféle részekre, és annak megfelelően hogyan bontjuk fel a szöveget, annak megfelelően más jelentést nyer. Ugye az első szónak mondhatjuk azt, hogy az is, az Isha, vagy az Isha az első szó, és a második, amelyik hozzá kapcsolódik, lehet az ávászjam, a vászjam, az avászjam, vagy az avaászjam, attól függetlenül, vagy attól függően, hogy melyik volt, hogyan bontottuk fel az első szót. Egy pillanat. Itt láthatjuk a jelentéseit, attól függően, hogy hogyan bontottuk fel a szót. Jelentheti azt, hogy az Úr lakozik benne, az Úr tölti ki, az Úr hatja át, az Úr hordja ruhaként, de azt is jelentheti, hogy az Úr nem lakja, vagy az Úr elhagyja. És nem csak Istenre utalhat, hanem egy Istenről is utalhat a szó. Tehát azt is jelentheti, hogy az Istennő lakik a világban, az Istennő megtölti a világot, vagy az Istennő illatossá teszi a világot. Tehát ha pusztán a szövegre támaszkodunk, és nincsen semmilyen háttérinformációnk, akkor nagy bajban vagyunk. Hoztam ide egy idézetet, két idézetet. Az egyik egy indológustól származik, egy modern Isopanisád kiadásnak a szerkesztőjétől. Ő azt mondja, hogy sohasem gondolták, hogy a szövegeket a családnak, jellemnek, kultúrának és életkörülményeknek köszönhetően arra alkalmas, jól képzett tanítványok szűk belső kerén kívül bárki más meghallgathatná vagy elolvashatná. Senki sem képzelte, hogy az olvasók, függetlenül attól, hogy hinduk-e vagy sem, jobbára a megfelelő kontextuson kívül fogják olvasni és értelmezni őket, ahogyan azt ma az egész világon teszik. Ez akkor lehetetlennek tűnt. Ez az idézet rávilágít az Isopanisád és más upanisadok értelmezésének a legnagyobb problémájára, hogy a mai ember számára, éljen akár Indiában, akár itt Európában, jobbára elveszett az a kontextus, amelyben ezeknek a szövegeknek a magyarázata egyértelmű volt. Éppen ezért Srila Prabhupád az Isopanisád magyarázatának a bevezetőjében, így zárja a bevezetőt, hogy végezetül tehát arra kérjük azokat, akit érdekel a védák tudománya, hogy a teljes védikus tudás magyarázatát a Srimad Bhagavatamból és a Bhagavad Gita-ból próbálják megérteni. Érdekes dolog, hogy megírta az Isopanisádnak a magyarázatát, és arra kéri már az elején az olvasókat, hogy ne az Upanisádokból, hanem a Bhagavad Gita-ból és a Srimad Bhagavatamból értsék meg a védáknak a lényegét. Akkor mit csinált a könyvben? A magyarázataiban ismerteti a Bhagavad Gita-nak és a Srimad Bhagavatamnak az Isopanisádhoz kapcsolható tanítását. Tehát a mi számunkra, akik nem vagyunk annyira járatosak a szövegértelmezésnek a megfelelő módjában, sokkal egyszerűbb a Bhagavad Gita-t, a Puránákat, az Itihászákat értelmezni, és általában ezért a Vaisnava ácsárják nem bátorítanak az Upanishadoknak a tanulmányozására, hanem az emberek általános tömegének azt javasolják, hogy próbálják ezeket a sokkal egyszerűbb szövegeket megérteni, amelyek sokkal hosszabbak, éppen ezért egy megfelelő kontextust adnak a szövegeknek a helyes értelmezéséhez. A Srimad Bhagavatamban megtaláljuk az Isopanisadnak a történetét. A napisten adta Jágyavalkja Rishinek át a Shukla Yajur Védának a himnuszait, ezeket a himnuszokat, vagy a Samhita részét a Shukla Yajur Védának, Vajrasanyayi Samhitának nevezik, és Jágyavalkja Rishi továbbadta a tanítványainak ezt a tudást, itt egy pár tanítványának a neve található meg. 15 ágra oszlott ez a tudás utána, 15 tanítványa kapta meg ezeket a mantrákat, és a két tanítvány, akinek zölddel írtam a nevét,
a rajtuk keresztül hagyományozott tradíció az máig is él, úgyhogy a Isopanisádnak két ránk maradt forrása van, a Kánva risitől származó tradíció és a Mádjandina risitől származó tradíció. Az Isopanisád azért különleges a különféle Upanisádok között, mert ez közvetlenül a Védának a Szamhitá részéhez kapcsolódik. Mind a négy Véda maga is több részre oszlik. A Szamhitá részek tartalmazzák az áldozati himnuszokat, és aztán ezeket magyarázzák a brámanák, az áranyakák, és végül az Upanisádok mutatják meg a Védáknak a filozófiai magyarázatait. Itt azt látjuk, hogy az Isopanisádnak a szövege az más művekben, más Upanisádoknak a szövegében is megtalálható, és ahhoz, hogy megfelelően értelmezni tudjuk a mantrákat, ahhoz a különféle lelki tradícióknak a képviselőihez kell fordulnunk. Ja, említettem az előadásnak az elején, hogy maga az első szó az jelenthet Istent is, Istennőt is, és az Upanisád szövegében sok olyan kifejezést olvashatunk, amely a kontextus nem ismerő hallgatót vagy olvasót megzavarhatja, és nem tudja, hogy kiről van szó, hiszen ezek a szavak egyaránt jelenthetik Istent, és utalhatnak egy-egy az univerzumot irányító félistenre. Ezért Madhvácsárja a Brahmanda Puránábra hivatkozik, és a magyarázatában azt írja, hogy Svayambhuva Manu az Isopanisád mantráival dicsőíti Yajnyát, azaz Visnut, aki Ákuti fiaként szállt alá. A Brahmanda Puránában ezt olvashatjuk. Svayambhuva Manu gondos figyelemmel ismételte az Isopanisád mantráit, így magasztalta unokáját, Yajnyát. Tehát a Brahmanda Puránában helyre teszik azt, hogy kihez is szól ez az Isopanisád, ez a legfelsőbb úrhoz, Yajnyához szól, és ugyanerre a történetre utal a Srimad Bhagavatamnak a 8. éneke, és ide alulra ki is írtam egy verset a Srimad Bhagavatamból, ami lényegét tekintve megegyezik az Isopanisádnak az első mantrájával. Látjuk, hogy az első szó ott Isa helyett átmá van, átmávászjam, és akkor ez már sokkal jobban megmagyarázza azt, hogy miről van szó. Itt az átmá az a legfelsőbb lélekre utal. Madhvácsárja a 16. versnek a magyarázatában írta azokat, amik a mostani dián láthatóak. Ugye itt a zölddel szedett szavak, azok lehetnének valamilyen félistennek a nevei. Ékarsi, ugye a risi, az bölcset jelent, Yama, a halálistenének a neve, Szúrja, a napistennek a neve, Prajápati, az univerzum benépesítőire utal, az ős nemzőkre, akiktől az univerzum népe származik. És hogyha valaki megfelelő tudás nélkül olvassa, a kontextus ismeretének a hiányába olvassa, akkor nem fogja tudni megérteni az Isopanisád mantráit, hogy kihez is szólnak egyáltalán ezek a mantrák, mire lehet használni ezeket a mantrákat. Itt viszont a Brahmanda Purána az elmagyarázza azt, hogy ezek a szavak mind Isten neveit jelentik az Isopanisádnak a szövegében. Ugye azt mondja, hogy Visnu a tudomány legfontosabb alapja, ezért Ékarsinak nevezik. Ő az egyetlen igazi bölcs. Yamának azért hívják, mert mindent ő irányít, és mivel a hívei célja a mantra, a hívei célja, a mantra a Szúrja névvel illeti. Tehát ő az egyetlen bölcs, ugye a Yama az szabályt is jelent, és Istennek a híveit
Szúriknak hívják, innen jön ez a Szúrja szó. A Prajápati szót pedig úgy magyarázza, hogy az első a Prajápatik között az Úr Brahmá, és azért nevezi a vers Isten Prajápatjának, mert az Úr Brahmá is őt imádja. Tehát a Brahmana Purana alapján Madhvácsárja részletesen ismerteti azt, hogy hogyan dicsőíti Istent ez az Upanishad. Az Upanishad 18 mantrából áll, amelyet feloszthatunk három részre. Ugyanúgy, ahogy a védákat feloszthatjuk karmakánda, csnyánakánda és upászana kánda részre. Ezt az Upanishadot is a témái szerint feloszthatjuk több részre. Az első három mantra az áldozatokkal kapcsolatban beszél a legfelsőbb úr birtokjogáról. Ezért ezt az első három mantrát a karma részhez sorolhatjuk. Az első versszak azt mondja, hogy minden az Úrnak a tulajdona, ezért az embernek nem szabad túl sokat elvenni a világnak a javaival, hiszen a legfelsőbb Úr csak egy bizonyos mennyiségű dolgot adott arra, hogy ő használja. A második mantra az elsőhöz kapcsolódva kifejezi azt, hogy aki tekintetbe veszi az Úrnak a birtokjogát minden felett, azt, hogy az Úr a tulajdonosa mindennek, azt nem fogják megkötni a cselekedeteid. A védikus filozófiának egy nagyon pontos, nagyon fontos része a karmától, a tettek bilincseitől való megszabadulásnak a lehetősége, és a különböző filozófiai iskolák arról tanítanak, hogy hogyan lehetséges az a lélek számára, hogy a tettei ne kössék újra és újra ide az anyagi világhoz, hanem meg tudjon szabadulni az anyagnak a fogságából, és az eredeti lelki természetét képes legyen visszanyerni. A harmadik mantra azt mondja el, hogy aki nem veszi figyelembe az Úrnak a tulajdonát, vagy tulajdonjogát, rá sötét jövő vár. Őket ez a mantra a lélek gyilkosainak nevezi, ez egy allegórikus kifejezés, a védák tanítása szerint a lelket nem lehet elpusztítani, de mivel a felelőtlen embert a tettei újra és újra ide láncolják az anyagi világhoz, azt lehet róluk mondani, hogy ők a saját haláluk előidézi a léleknek a gyilkosai. A negyediktől a nyolcadik vers a tudásról szól. Az Úr természetéről tanítanak ezek a versek. Ugye az áldozatokat a legfelsőbb Úrnak, Jajnának kell bemutatni. Erről a Bhagavad Gita is beszél. Jajnártam karmanu nyatra lókújam karma bandana. Ha azt mondja a Bhagavad Gita, hogy az Úr Visnu kedvéért kell bemutatni az áldozatokat, különben az embert a tettei ide kötik az anyagi világhoz. A negyediktől a nyolcadik versig ismerhetjük meg az Úr Visnunak a természetét. A negyedik versnek a lényegi mondani valója az, hogy az Úr felügyel mindent, ugye nagyon hasonló az első mantrának a tanításához. És az ötödik mantra az kihangsúlyozza, hogy ez az Úr, ez nem hasonlít a közönséges élőlényekhez, hanem olyan dolgokra is képes, amit senki más nem tud megtenni. Ellentét párokban tanít a legfelsőbb Úrnak a hatalmáról. Azt mondja, hogy az Úr az jár is, meg nem is, közel is van, ugyanakkor nagyon távol is van. Olyan tulajdonságokat sorol fel, amelyek egyszerre a hétköznapi logika szerint nem lehetnek benne senkiben. Isten azonban felette áll a hétköznapi logikának, és ő képes olyan dolgokat is megcselekedni, amelyeknek a megcselekvését mi el sem tudjuk képzelni. Az agnosztikus vagy ateista filozófusoknak egy nagyon szeretettel használt
úgynevezett fogós kérdése a vallásos emberek felé, amikor azt kérdezik, hogy tud-e Isten olyan hegyet teremteni, amit nem tud felemelni. Mert azt gondolják, hogy ha valami ellentmondásos, az szükségképpen lehetetlen is lesz. Ha Isten tud olyan hegyet teremteni, amelyet nem tud felemelni, akkor ő valamire nem lesz képes, ugye? Nem tudja felemelni azt a hegyet. És hogyha Isten mindenható és mindent képes felemelni, de nem tud teremteni olyat, amit ne lenne képes felemelni, akkor megint csak sérül a mindenhatósága. De a Srimad Bhagavatamnak a 10. éneke megcáfolja az ateistáknak ezt az érvét, hiszen azt olvashatjuk a Bhagavatamban, hogy amikor Krishna kisgyerekként töltötte a kefteléseit ezen a földön, akkor a szülei megkérték őt, hogy hozza oda az apjának, Nandának a papucsát, és Krishna, mivel kisgyerek volt, ezért nem bírta felemelni a papucsot, csak úgy tett, mintha a fejére tenni, és utánozta azokat a mozdulatokat, amivel oda tudná vinni Nandához ezt a papucsot. Ugye itt nem is egy hegyről, csak egy papucsról van szó. Mi ennek a történetnek a megfejtése? Krisnának van egy olyan energiája, jogamájá, amely néha elfedi az Úrnak az erejét, elfedi az Úrnak az istenségét, így a jogamájá segítségével Isten képes lesz arra, hogy ne legyen képes valamit megcselekedni. Ő mindent meg tud tenni, ám a jogamájá saját energiája hatása alatt képessé válik arra, hogy valamit ne bírjon megcsinálni. Tehát ez a mantra ellentétpárokat sorol fel annak a szemléltetésére, hogy milyen képességekkel rendelkezik Isten. A következő mantrák arról beszélnek, hogy mi a látásmódja Isten azon híveinek, akik képesek őt tapasztalni, és aztán az utolsó mantra ebben a szekcióban pedig visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy a legfelsőbb Úr lát el mindenkit mindennel. A negyedik része az Upanishadnak a dzsnyána és a karma közötti különbségekről beszél. A hétköznapi cselekedetek és a tudás vagy a tudással végzett tettek különbségéről. Azt mondja a 9. vers, hogy az áltudományok művelői rosszabbul járnak, mint a tudatlanok. Az áltudományok művelői a véda vádarták, akik a védákra higatkoznak a tudásnak a forrására, ugyanakkor nem magyarázzák el, nem megfelelően magyarázzák el a védikus rítusoknak a célját. Ebben a szekcióban van két olyan versszak, amelyik nagyon ellentmondásos, de azt mondja, hogy akkor nyerhet valaki örök életet, ha a tudást és a tudatlanságot is megismeri, illetve akkor nyerhet az ember örök életet, ha Istent és az anyagi világnak a teremtményeit ismeri. Általában az indulósok meg szoktak zavarodni, amikor meg kell magyarázniuk ezeknek a mantráknak a jelentését. Hogy lehet az, hogy az embernek nem elég a tudást ismernie, de a tudatlanságot is ismernie kell. Azonban meg kell értenünk, hogy ezt a világot is avidjának, tudatlanságnak hívják, és ha nem ismerjük meg azt, hogy hogyan működik ez a világ, akkor a világnak a csapdái megfognak minket, és nem leszünk képesek kiszabadulni a világnak a fogságából. Nem elég Istent megismernünk, hanem meg kell értenünk a világnak a természetét, hogy a tudásunk meghozza a megfelelő gyümölcsöt. A következő versszakok, az utolsó három versszak pedig az Isten iránti odaadásról szól, a hívőnek az imáját tartalmazza, és ezekben az imákban Krisnének a híve arra kéri őt, hogy hagyd lássa meg az arcát, megszabadulhasson a bűneitől, és hogy a legfelsőbb Úr elfogadja a szeretettel bemutatott áldozatait. Ez tehát a rövid tartalma az Isopanisádnak.
Még fel lehet úgy is osztani az Isopanisádot, hogy mi az a négy téma, amiről beszél. Az egyik téma Isten, a következő téma az anyagi teremtés, aztán a harmadik téma a lelkekkel foglalkozik, a lelkeket mutatja be, írja le, és a negyedik téma pedig az, hogy hogyan nyerhető el a halhatatlanság. Jelenleg sajnos ennek a könyvnek van egy magyar fordítása, de nem lehet kapni. Itt ezen a linken, ami alul látható, itt az angol szöveget el lehet olvasni. És hogyha összegeznem kéne Srila Prabhupádnak az Isopanisádban adott tanítását, ugye akkor ez, amit már idéztem, hogy végezetül tehát arra kérjük azokat, akiket érdekel a védák tudománya, hogy a Srimad Bhagavatamból és a Bhagavad Gita-ból próbálják megérteni. A következő előadás most a Bhagavad Gita-ról fog szólni, úgyhogy mindenkinek lehetősége is lesz erre. Köszönöm szépen a figyelmet!